Sziasztok! A mai videóban még egy kálcsatúri terméket nézzük meg, természetesen innen Riminiből, ugyanarról az asztalról, és ez nem más, mint egy ilyen kis blister dobozka. Aki tud olaszul, olvassa el, hát én nem nagyon tudok olaszul, annyit tudok elolvasni Adrenal X-el szériával kapcsolatos, hogyha még nem láttátok a starter pack bontását, kattintsatok jobb felsőbe. De igazából itt most el tudnám olvasni néhány pak, talán 5 pak, nem vagyok benne biztos, hogy ez azt jelenti. Nézzük a blistert. Ez, igen, ez 5 pak, vagy 4. Jobb lenne, ha 4, mert az páros szám. De logikus, nincs a blisterbe limited. El van csalva az egész. Nincs a blisterbe limited. Vagy majd a pekekbe lesz? Nincs a blisterbe limited. Érdekes. 1, 2, 3, 4, 5. Valóban 5. Fura szám. Akkor igazából nem húzom az időt. Nézzük a csomagokat. Lehet, hogy bennük lesz a limited. Nem hiszem, hogy ilyen csomagokban lenne a limited. Itt láthatjátok az esélyeket, hogy Invincible-ök 120 csomagonként jó lenne. Egy Invincible Titan nyitni. Nagyon el tudnám fogadni. Jön egy Veronás támadó hármas, aztán egy Monzás védekező 4-es 3-as. Mert hogy nem 4-es 3-as, hanem Monzás 4-es. Aztán egy ilyen kis kapargatós. Azóta megtudtam, hogy ezt le kell kapargatni. Csak hogy nagyon-nagyon jó. Csak hogy X meg pipa lehet itt. De jó. Azt a mindenit. Jön egy Top Impact. Ezeket a ilyen érdekesebb, csillogósabb kártyákat külön tesszük, azokat a bézeknek ott lesznek fent. Aztán jön még egy ilyen 4-es Atalantából, középpályás 4-es, és utána egy rookie Fagioli a Juve-ból. Nézzük ezt a csomagot, hát ha valami érdekesebbet rejteget, mint az előző. Esetleg egy World Titan, nagyon örülnék neki. Egy támadó 3-as és egy középpályás 4-es. Aztán jön egy Top Impact. Egy Top Impact, igen. Egy Torinos 4-es, szintén középpályás 4-es. És egy ilyen legenda kártya, ezeket inkább így külön tesszük. Egy legenda kártya, ez azt jelenti, hogy 2018-ban volt sztár. Koifányi. Jó. Tetszik. A legendás kártya nagyon jól néz ki. Most egy új technikával bontunk, hát ha valami jobbat fog tartogatni, így ez a csomag. Hát nem tudom. Valami, azért valami sokkal jobb. Igen, ez látszik, hogy valami jobb. Jön egy Next Gen. Egy Next Gen a Salernitánából. Nem tudom kimondani. Aztán egy Handanovic legenda. 2009-ből talán. Még látszik a kamerában? Igen. Aztán egy Nova firma talán. Torinos játékos. Ez is ilyen csillogósabb. És egy menedzser. De jó, Mr. kártya. Ez gondolom menedzser akkor. Szintén ilyen Nova firmás. A nevét most fel nem fogom olvasni. A Verona menedzsere. Utána jön egy Lichess Leader. És egy Roma Pellegrini Spinazzola Celik Christenze középpályás 4-es. Nézzük ezt a csomagot. Ki kell úgy húzni belőle. Láttam valami érdekeset. Nem mutatjuk meg, ami nagyon csillog. Rookie, Onana. Nagyon szép. Aztán egy Leader, Duván Zapata az Atalantából. És egy World Star, mégse olyan értékes kártya. Szóval egy World Star a Salernitánából, Dia kártyája. Ez jó. Aztán egy Leader Berardi a Sassuolo csapatából, és egy Jovic, Ikoné, Kómai a Salernitana, Fiorentinából, akik ugye elvesztették a konferencia liga döntőjét.
hátad utolsó csomag rejteget valamit. Bontót kipakli. Hátulja. Van egy ruki. Kamara. Rómában hoppá, valami érdekes jön. World Titan. Zsíru. És két top impact. Csak megnézzük, hogy ezt nem csomagom megmutató. World Titan. Itt mondtuk World Titan. 8 csomagonként talán, nem tudom, 8. 8 csomagonként, ez talán azt jelenti. Igen, 8 csomagonként nyitható ez a World Titan. Hát ne haragudjatok, Riminiben nem nagyon hoztam standet. De ez egy nagyon durva kártya, nagyon durván néz ki. A zsíru lába látszik ilyen nagyba. És ott van egy kép róla. Hú, ez nagyon jól néz ki. Ez nagyon jó kártya. Ez biztos. Nem így jön. Nem így lesz. Meg mindjárt meglátjátok, hogy hogy lesz. De így kell lennie, hogy itt lesz a World Titan. Sarokba. És akkor jön egy Top Impact Barella. És egy Smalling. Jó. És utána jön egy Juventus 4-es, egy védekező 4-es, Chesney, Alexandro, Bremer és Danilo. Utána meg egy Next Gen. Végeztünk igazából ezzel a kis gyors blisterbontással. Ezek voltak az úgymond ilyen simább kártyák. De ezeken, nem tudom, hogy kamerában mennyire látszik, de ezeken is van egy kis csillogás. Ezeken meg hát olyan csillogás van, főleg erre, ha ránézek, vakság. De főleg ez, hát ez nem tudom, hogy ez biztos, hogy jó. És én a dizájnban ezt emelném ki, ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Lehet, hogy azért már ismerem a zászlókat. De ugye itt van nagyban a szenegáli zászló, mert riák a szenegáli ezek szerint. Ez a legjobb. Szerintem eddig ez a legjobb, amiket most megnéztünk kártyák. Közül legalábbis ebbe a szériába. Nem akarok most mondani jobb kártyákat, de vannak sokkal jobbak. Más szériába is. Sziasztok!